akiket az idő igazol. Stabil cégek Székelyföldön a 90-es évek óta. Bemutatkozik a Polimed Anna Kft. Tisztelt hallgatók, 30 éves sikeres vállalkozásokat mutatunk be itt a Rádió Gagán, és ha már sikeres elismert cégekről beszélünk, akkor kiemelendő a Polimed Anna gyógyszertár. Sokat hallottunk, olvastunk róla, sőt, sokszor és legtöbbször hozzájuk is fordulunk, ha épp egy kenőcs kell nekünk, vagy mondjuk omega 3 vitaminnal szeretnénk szervezetünket táplálni. Az elkövetkezendő percekben dr. Melles Melinda lesz a vendégem, akivel a Polimed Anna gyógyszertár kezdeteiről, múltjáról, titkairól, termékeiről és meg annyi érdekességről fogunk beszélgetni. Tisztelettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok, kedveska! Mint minden vállalkozásnak, ugye a Polimed Annának is megvolt a kezdeti fázisa, gondolom 30 évvel ezelőtt volt egy cél, amit kitűztek. Beszéljünk picit a kezdetekről. Hogyan indult és milyen indítatásból született meg a gyógyszertár ötlete? Vagy az még régebbre visszanyúlik? Igen, én ezt a gyógyszertárat édesanyámtól örököltem. Édesanyám gyógyszerész asszisztens volt, és ezelőtt 43 évvel nyitott Gyergyó Csomagfalván gyógyszertárat, az akkori Centrofarm égisze alatt még. Tudni kell, hogy édesanyám Lázár Jeromos örmény származású patikussal dolgozott, aki egy legendaként emlékszünk rá, és egy ikonikus gyógyszerészként tartották számon. Jeró bácsitól sok mindent megtanult, inkább ellesett, de miután megnyitotta a gyógyszertárat Gyergyó Csomagfalván, 1992-ben következett egy kicsit ilyen erőszakosabb privatizáció, és akkor alakult a Polimed Anna gyógyszertár. Azóta még gyógyszertárat nyitottunk Gyergyó Alfaluban és Gyergyó Újfaluban is. Még működik egy online gyógyszertárunk, és egy laboratórium, ahol a saját receptúrájú készítményeinket, galenusi készítményeinket preparáljuk. Volt olyan gyógyszertárlánc, aki esetleg felszerette volna vásárolni annak idején, és önök nem adták? Igen, volt. Voltak ilyen megkeresések. Pont ahogy említette, az ilyen kicsit ilyen erőszakosabb privatizáció során is, gondolom. Azután, miután egy kicsit ismertebbek és elismertebbek is, úgymond sikeresebbek lettünk, azután volt ilyen megkeresés. A kezdeti fázisban hány termékkel foglalkoztak? Hát a kezdeti fázisban ugye a hagyományos gyógyszerek, táplálék kiegészítők mellett én nem fókuszáltam túl sok preparátumra, addig, amíg 1996-ban végeztem az egyetemet, és azután az egyik professzorom visszahívott doktori helyekre, tehát igen, doktorálni, és ugye én azt tanultam a régi tanáraimtól, hogy próbáljunk ne a gyógyszerkereskedelemre fókuszálni, hanem olyan hatásos készítményeket előállítani, ami a betegek zsebéhez is barátságos lehet. És akkor a doktori disszertáció megírása alatt nagyon sokat utazgattam Magyarország, Marosvásárhely között, és sikerült egy olyan gélt, egy olyan gyulladáscsökkentő hatású gélt előállítani, amiben ötvözzük a gyógynövények és a szintetikus anyagok komponenseit együtt, mert hogy én ezt most is ezt hiszem, hogy ez a titok. Nem határolódhatunk el a szintetikus gyógyszerektől sem, de a gyógynövények standardizált komponenseit természetesen szakértelemmel és tudománnyal hozzáadva, az mindig egy nagyon-nagyon jó, sikeres készítményt tudunk készíteni. Ezeket a készítményeket hol készülnek? Mennyit kell próbálkozni velük? Egy kicsit beszéljünk erről is, mert a laikus, a hallgató, vagy akár én is úgy gondolom, hogy hát összeülnek a nem tudom milyen laborban, és akkor egy olyan negyed év alatt ki is tudnak keverni egy olyan kenőcsöt, amit már piacra lehet dobni. Itt mondjuk az időintervallum az sokkal nagyobb, mint mondjuk igen, egy negyed év. Igen, sokkal nagyobb. Nekem a legelső, ami egyben a legismertebb és sikeresebb termék, az körülbelül egy 5 év munkája volt. 5 év. 5 év munkája, és nagyon sokat köszönhetek az akkori gyógyszertechnológia tanszéken Sipos Emese professzorasszonynak, aki mindenben segítségemre volt, és
nagyon jól tudott inspirálni. Tehát akkor 5 év mondjuk, amely kenőcsről beszélünk, igen, ugye? Utána van egy tesztfázis, vagy hogyan működik? Tesztelik ezeket, nem bevizsgáltatják? Nem feltétlen tesztelik, bevizsgáltatni az lehet. Igen. Viszont a legjobb tesztalanyok azok maga a betegek. Ők, akik visszajeleznek rendszeresen, és hát nekem ez a legnagyobb elégedettség, az, amikor a beteg elégedett. És annak idején reklámokkal foglalkoztak, vagy mondjuk szájról szárra terjedt az, hogy milyen remek termékeket állítottak elő, kenőcsöket mondjuk, és akkor mindenki akár a falvakban is, mondjuk a városon is, aztán előbb-utóbb a gyógyszertárhoz fordultak. Nem volt nekünk erre anyagi keretünk reklámra. Nekem az édesanyám volt a legelső marketingesem, mert ő nagyon sok fizioterápiás balneó centrumba elért, és ott bemutatta egyes betegeknek, utána meg annyira jó hatást váltott ki, hogy ezáltal megkerestek bennünket, és tulajdonképpen most kezdtek engem Gyergyóban és Gyergyó régióban keresni, mert eddig a pácienseim 95%-a az Romániában minden megyéből való, tehát a román vidékekről kerestek a legtöbben. Térjünk rá egy kicsit a hitvallásra, az értékekre. Önök szerint mi az a tulajdonság, érték, ami megkülönbözteti önöket a versenytársaktól? Elsősorban a speciális, egyedi, receptúrájú galenusi termékek, amiket mi nagyon nagy gonddal készítünk el, és ugye ebben egy egész csapatnak a munkája benne van, nem csak az enyém. Nagyon sok szakemberrel dolgozok együtt, mármint említettem már Sipos Emese professzor asszonyt, határon túl is egy kémikus tudóssal, és valójában nagyon sokat próbálkozunk ahhoz, hogy egy késztermék sikeres legyen, és főleg hatásos legyen, és jó árban legyen, mert hát nagyon igen. Fontos ár, és tehát, hogy az ára is, és a minősége is. Van nemzetközi befolyás annak, hogy mondjuk egy terméknek milyen ára van, vagy azért ezt meg tudják oldani helyileg, hogy ne legyen mondjuk olyan drága egy kenőcs, vagy akár egy vitamin? Nekünk soha nem az volt a szempont, hogy mi egy nagyon-nagyon drága vitamint, vagy kenőcsöt állítsunk elő nekünk. Az volt a szempont, hogy a betegek igényei, nek megfelelő terméket állítsunk elő, és hogy mivel, hogy Gyergyói zónáról beszélünk, itt nagyon sok a mozgásszervi megbetegedés, a légúti megbetegedés, és mi mindig igyekszünk a helyi igényeknek eleget tenni, gondolom. Eleget tenni, igen. Hát, hogy ha már a hitvallásról és az értékekről beszéltünk, akkor térjünk rá egy kicsit a sikerre is. Önök szerint mi a siker, és sikeres vállalkozásnak tartja-e az önök által alapított vállalatot? Itt most beszélgessünk a gyógyszertárról. Igen, hát nézze, ezt nem az én tisztem megállapítani, hogy sikeres-e vagy nem, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a siker az nem egy adott dolog, hanem a siker az egy belső érzés, egy megelégedettség, és ha már megelégedettségről beszélek, akkor nekünk az a legnagyobb öröm, amikor betegek ezrei pozitív visszajelzéseket adnak bárhonnan az országból. Mi egy magyar gyógyszertár vagyunk, és nagyon-nagyon ösztönzőleg és nagyon jól tud esni az, amikor mindenhonnan, minden megyéből kapok biztatást, elismerő szavakat. Tulajdonképpen a siker az egy állapot, az egy olyan állapot, amikor azt tesszük, amiben a legjobbak vagyunk, és igyekezünk még jobbak lenni. Hogyha már a sikerről is beszélgettünk egy picit, akkor a titok az mindig érdekli minden embert, hogy mondjuk egy cégnek, vagy akár egy alapítványnak, vagy cégcsoportnak, vállalkozásnak, hogy mi a titka. 3 tényezőre le tudjuk-e szűkíteni azt, hogy minek köszönhető, hogy önök ma is itt vannak és jól vannak. Magyarul mi a titka annak, hogy ilyen hosszú időn keresztül fent tudott maradni és fejlődni tudott a cég? Hát gondolom, amiről az előzőekben beszélgettünk, hogy értékes termékeket állítanak elő, ez az egyik titka annak, hogy mai napig fennmaradtak és jól is vannak. Én véleményem szerint a titok mindig a minőség. Tehát a minőségben soha nem kötünk kompromisszumot. Tulajdonképpen én vagyok az, aki nagyon-nagyon
kiszelektálom azokat a hatóanyagokat, amikből ezek elkészülnek, és minőséget adunk tulajdonképpen a gyógyszertári szolgáltatásokban is a betegekkel, mert a beteg, amikor bejön, soha nem jó kedvéből jön a gyógyszertárba. Gondoljunk bele abba, hogy eljárt már orvoshoz, laborba, és kevés türelemmel, még kevesebb pénzzel jön hozzánk. Nagyon-nagyon sokat számít, hogy hogyan kezeljük azt a beteget, mekkora empátiával. És hát a termékekben a minőséget azt tartani kell. Hogyha már a titokról beszélünk, úgy tudom, hogy a titkot már megtudták külföldön is, mármint nemzetközileg is már terjed a termékük, mármint a Polimed Anna gyógyszertárnak a termékei, tehát Ausztráliából is kértek terméket, vagy szoktak kérni Olaszországból, stb. Gondolkodtak abban, hogy mondjuk a nemzetközi piacon is megjelennek más országban? Igen, ezen elgondolkodtunk a jövőre nézve, mindenképp ez is egy fontos szempont. Na és akkor térjünk rá a technológiai újításra, hiszen a technológia fejlődése egyáltalán hozott-e újításokat a cégbe, amire az alapításkor sosem gondolt volna, hogy egyszer sor kerül rá. Hogyha jól tudom, egy pár terméket hozott is, amiben be tudjuk mutatni, én át fogom kérni majd, hogy itt a kamerában, ami engem vesz, tudjam bemutatni, hogy mondjuk egy kezdeti terméket, mármint a csomagolásra gondolok itt. Igen, köszönöm. Ha jól tudom, akkor ez jelent meg előbb, ugye? Mármint ez volt a csomagolása, és akkor megnézem, hogy mennyire veszi a kamera. Igen, hogyha jól lehet látni. És akkor itt van, sőt, ennek a csomagolásnak a hátán fel is van tüntetve a 30 év, 1992-2022, ez is látható itt a terméken. Tehát akkor beszéljünk arról, hogy egyáltalán gondolkodtak-e annak idején, hogy majd későbbiekben technológiai újításokkal kell foglalkozniuk? Vagy ez egy kezdeti cég, vagy akár gyógyszertár történetében abban az időben hát nem volt egy olyan fontos szempont. Nem tudták, hogy aztán mit hoz a jövő. Hát egy idő után a gyógyszertár kezdte kinőni, úgymond ezt a nagyon nagy keresletet, és akkor gondolkoztunk azon, hogy érdemes volna Európai Uniós pályázatot benyújtani, azért, hogy ezeket a termékeket még kontrolláltabb körülmények között, még jobb minőségben, és csak is a betegek javára tudjuk előállítani. Tehát ebben az Európai Uniós pályázatban hozzá kell tennem a férjemnek, elődnek az érdemeit. Ő nem gyógyszerész, ő erdőmérnök, közgazdász és pilóta, de most már nagyon sok mindent tud gyógyszerészeti téren is, és ezt a pályázatot idén sikerült lezárnunk. Most már el tudom mondani azt is, hogy egy nagyon performáns gépekkel tudjuk ezeket a termékeket előállítani, tubusolni is tudjuk, és azt is el tudom mondani, hogy kozmetológiai termékekre megszereztük a GMP tanúsítványt, ami a legeslegmagasabb tanúsítvány, a Good Manufacturing Practice jelenti gyógyszerész nyelven. És én nagyon nagy hálával tartozok a férjemnek, ezért is, meg azért is, hogy ezeket az már irracionális szenvedélyé vált kencék, krémek készítése iránti hóbortjaimat megértette, és ebben támogatott maximálisan. Hogyha már a háláról beszéltünk, akkor jön is a kérdés, hogy kinek tartozik még hálával? Hálával tartozom a Jóistennek. Azért az áldásért, amit adott nekünk, és azért, hogy ez az egész vállalkozás a betegek szolgálatában, ez 30 évig fönnmaradt, elsősorban neki köszönöm, az édesanyámnak köszönöm, akitől örököltem a gyógyszertárat, és nem csak a családomnak, amint említettem, elődnek, a gyerekeimnek, és hát a csapatnak, mert ez egy csapatmunka. Indultunk két személyről, és most vagyunk 10. Nagyon-nagyon fontos megköszönöm azoknak az embereknek, akik a nehéz időkben is kitartottak mellettem. Olyan kollégák vannak, akik 18 éve velem dolgoznak, együtt dolgozunk, és ennek a csapatnak már egy kicsit olyan családias hangulata van,
vannak olyan kolléginák, akiket én tanítottam be, évfolyam társam dolgozik velem, aki egy teljesen új kup receptet hozott, és mindenki a maga módján hozzájárul ahhoz, hogy a dolgok a legnagyobb rendben menjenek, és azért, hogy mindig új terméken gondolkodjunk, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Meg szeretném köszönni azoknak a tanároknak, akik segítettek akkoriban, Csedő professzor úrnak, Sipos Emese professzor asszonynak, mai napig is. Ugye ő tanított engem a gélekre, és ma már ő vásárolja tőlem a külsőleges használatú géleket. Megköszönném annak a kémikus tudós barátunknak Magyarországról, innen elszármazott Jákóczi Ivánnak, akivel együtt nagyon jól együttműködünk, és két új terméket is együtt fejlesztettünk ki. Ezek mind-mind nagy eredmények egy ilyen kis gyógyszertárnak, egy kis falusi gyógyszertárnak, úgymond. 30 éves sikeres vállalkozásokat mutatunk be itt a Rádió Gagán, és az elmúlt percekben a Polimed Anna gyógyszertárról beszélgettünk dr. Melles Melindával. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meg hívásokat. Köszönöm szépen, viszont hallás. Az imént bemutatkozott vállalkozást is az idő igazolja. A műsort a Médiatér készítette.